Ez egy cardboard kompatibilis videó. Ha rendelkezel hasonló kerettel, csak helyezd bele a telefont a YouTube videót elindítva, és élvezd a műsort 3D-ben. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Újra Oculus Rift-es videó érkezik, és ezúttal a Titans of Space nevezetű Oculus Rift-es játék. Állítólag egy fantasztikus Oculus Rift-es élmény, az egyik legjobbak között van. Ennek megfelelően fogom most én ezt így kipróbálni, aztán elméletileg nem fog szaggatni, mert valamennyire így belenéztem, hogy szaggatni fog-e nekem, de talán nem. Szóval szerintem vágjunk bele lassan, és nézzük meg, hogy milyen ez a kis bemutató, mire számíthatunk tőle, és hogyan fog ez így most működni. Na akkor hajrá! Akkor átkattintok ide, és itt is egy ilyet, és indulhat a Rift-es cucc. Elméletileg már úton van felénk, és gyakorlatilag is, remélem, szuper, megérkezett. Belekattintok, de úgy csinálom, hogy lássam a visszajelzést, hogy biztosan működik. Képi visszajelzést a Open Broadcaster-től, avval az segít nekem rögzíteni. Kicsit közelebb rakom hozzám a mikrofont, hogy tisztában halljatok, illetve hogy biztos, hogy hangosabb legyek, mint a cucc. Szerintem meg lesz. Jó, akkor én felöltözöm, és akkor megnézzük, hogy milyen ez a élmény. Jó van, füles a helyén van, és akkor innestől felvétel megy. Jó! Meg kell nyomnom az A gombot a gamepadomon, és ez meg is történt. Ki tudom választani a nyelvet először is, bal oldalt kapok egy ilyen kis mini leírást, hogy mi is ez. Jobb oldalt biztonsági figyelmeztetés, hogyha beteg vagy, vagy valami, akkor ezt ne játssz el. És hogyha készen vagyok, akkor választhatok, hogy melyik legyen. Input formátum az, hogy én fogom nyomogatni a gombot a gamepadon, vagy pedig automatikus lesz a rendszer. Most szeretném én nyomogatni, és ha készen állok, nyomjak egy abetűt, vagy egy entert, itt van, hogy kik csinálták, akkor jó, igen, azt nem tudom milyen gomb, na mindegy, right click controller, na nem tudom, azt ajánlják, hogy füles legyen rajtam, lehet zoomolni a kezeimnél lévő cuccokkal is. Jó, nézzük meg akkor mi lesz. Q-val kilépek, ez kell, meg F1-jel, meg nem tudom, mindent. Aha, starttal meg az F1-jel újra pozícionáltam magam, hogyha nem vagyok jó helyen, ez most mindjárt kiderül. Szerintem jó helyen vagyok, itt vagyok egy aranyos székben. Üdvözöllek, kérlek, ülj le és relaxálj, amikor készen állsz, mindjárt kezdhetünk. Bármikor ezt nyomhatok. Tudom, hogy hány FPS-re futunk. Persze a mikrofon az útban van. Megnézem, hogy a kamera képében benne van, de vagy nem. Na nézzük! Tehát itt van előttem a Föld. Ti biztosan nem fogjátok érzékelni. Hát egyáltalán nem nektek egy kis hülyeség. De hát így, hát így nem tudom, így körülbelül ekkora, és hogy 5-10 méterre van tőlem, szóval elég nagy. És jobbra tőlem, ha jobbra nézek, akkor az a bazi nagy sárga, narancssárga valami azt... Oh! Hey! Hey! Szia! Úgy érzem, most börtönben magam, mint a börtönben lennék. Szóval az a narancssárga valami, az a napocska akarna lenni, és ez most...
hogyan tudom eltüntetni, tehát oké, hogy nagyon jó, hogy itt van ez a nézetháló, mint hogy itt ez a kamerának a látószöge, igen. Egy eddig lát és eddig tud engem figyelni, ez szép és jó, de hogyan kapcsolom ki? Szóval így kell zoomolni. Körbenézhetem a minden. Aha, mert megnyomtam itt egy gombot. Ezek fogalmam sincs micsoda. Ilyen kis pöttyök. Nem tudom mik. Na mindegy. Oké, ezzel nem foglalkozunk. Most már túl vagyunk rajta, tehát ez itt a Föld, 12756 km. És X buttont kell megnyomnom, a készen állok. Ez a Földnek egy miniaturizált változata, 12,7 méter hossz, vagy széles, most jelenleg ez 12 méter széles. Legalábbis én annak kéne, hogy lássam. Tehát ez a 12.756 km amúgy. És ez most, ez a dist from sun, tehát a távolsága a naptól, ez egy AU. Mi az Isten az az AU? Nem tudom mi az az AU. Na mindegy. De stabil 75 FPS, az megvan, az nagyon jó, és most épp utazunk. Itt van a kis bolygónk. A holdacskánk az meg ott a Merkur lesz. Bátran nézek körbe. Ja, amúgy ott a nap már nem látom, hogy hány kilométer, de nagy. Ez a Merkur 4878 kilométer. Közelebbről is megleshetjük magunknak. Tehát a Föld és a Nap távolságát nézzük most egy AU-nak. Ami nem tudom micsoda, de egy AU az a távolság. Most ez lehet, hogy itt a Titans of Space-nek a mértékegysége lesz. Nem tudom. Tehát ez a 0,06... Micsoda? Ezt nem értem, ezt a volumot. Ez a hanyad része? Nem annyival kisebb. Na mindegy, a legkisebb planéta a naprendszerben, bolygó. Igen, és amúgy is az első a naphoz a legközelebbi. És meg is kaptuk magunk mellé a Vénuszt, ez már ilyen szempontból testvérbolygója is lehet a bolygónknak. Na, legmelegebb bolygó a naprendszerben. És most arrébb megyünk, azt mondom. Bekapcsoltam az autópilótát azért. Ott a Mars, na az már tényleg a Föld tesója, az nem sokkal kisebb, mint a Föld. Ugye? Tehát itt van a Mars felszíne. Nem lehet pörögni. Nem, de megy magától. 6792. Ajaj. Napkorong. Ez meg 142.984. Ez a Ceres. Ez a legnagyobb aszteroida a naprendszerben. Majdnem 1000 km nagy. És 2015-ben DAV nevezetű űrjármű meg fogja közelíteni. Ez meg itt a Jupiter, amiről érdekesség, ha egy kicsivel nagyobb lenne, akkor akár csillag is lehetne belőle. Az a vihar, az meg egy kész rejtély, mert már nem tudni mióta megy a Jupiteren. És senki nem tudja, hogy meddig fog kitartani. Nagyon durva a vihar, tehát akkora, mint a Föld, ha jól emlékszem, az a vihar, amit most pont nézek, az a kerek ott. Na nézzük, a legnagyobb planéta, igen, ötször messzebb van akkor, mint a Föld, gondolom. 1321 méter Földnek felel meg, és 67 plusz holdja van.
És gondolom nem is akármilyen holdak. Itt is lesz szerintem Ganymede és a Callisto. Ha ott vannak a bolygóink. Igen, ezek a... legnagyobb hold a naprendszerben az ez. És ez nagyobb, mint a Merkur. Tehát akár ez egy bolygó is lehetne, hogyha mondjuk a Jupiter nem fogta volna be annó saját pályájára. Akkor akár ez egy olyan bolygó is lehetne, de nem az. Ezek a bolygók amúgy nagyon alkalmasak lennének emberi bázisoknak. De hát valam, majd biztos jön majd a többi is, akik Io, Európa. Na, Európa az egy jégbolygó, akár potenciális vízforrás is lehet, és ezzel együtt akár egy kicsit rosszul leszek itt ebben a cuccban. Jó, hogy ott volt a biztonsági figyelmeztetés, hogy hagyd abba, ha rosszul vagy. Mert majd itt elhányom magam. Na mindegy. Pedig nagyon jól fut a cucc. Igen, hogy a réteg alatt, a felső jég alatt, akár óceán is lehet, és ki tudja, akár még élet is. Hallom valami mentők, hogy micsodák vannak el. Inkább ezt az autópilóta feliratot nézem, és akkor nem szédülök el. Ez meg a Saturnus, a naprendszerünk föld utáni tűzoltók, vagy nem tudom, mik mennek. Föld utáni legszebb bolygója, én azt gondolom. Igen, hogy hány... 62 ismert... holdja van. Akár több is lehet, de lehet, hogy rejtve van esetleg itt a... az aszteroida övben lehetnek. És van valami... vihar... itt is. Elvileg vízjég borítja. Ezek gázóriások, tehát ezek valójában nem, nincsenek nekik szilárd felszínük, legalábbis amennyire ismert ezeknek a hatalmasoknak, és ilyen lesz még a... itt van egy Pán nevezetű. 32 km széles. Elvileg ez is egy hold. És elvileg megszakítja a izét, a gyűrűt. Elvileg ez a, azért van ez a csík itt, mert ez a bolygó, ez magához vonzotta a törmeléket, hogy itt égi testünkkel nem bolygóan. Mimas Enceldal Tethys Dionet Dione Rea. Gyorsan autópilótát nézünk, ne legyünk rosszul. Ó, itt a halálcsillag hoz alkalmas, hasonló. Ott a Titán. Ezt is leginkább Tethyst, ezt is leginkább... Ó, basszus, elnyomtam, víz és jég borítja. És itt a Titán, jelen még a Rea jön. És ott van itt a Titán, a legnagyobb hold. Elvileg az egyetlen egy hold, amit ismerjük, hogy van atmoszféra és metángáz borítja. Kell, hogy a Földön van elég metán. Én itt úgy csinálok, mintha nézném, de már becsuktam a szemem, nehogy itt elszédüljek.
Ja, ott van az a vihar, amiről írt. És... Neptunus. Jó, még nem. Charikló. Még csak nem is lehet tudni, hogy hány méter széles. Jupiter és a Neptunus között van. És ennek van gyűrűje. Legkisebb gyűrű, amit valaha felfedeztek a naprendszerben. És az Uránusz, hát ez is egy bazi nagy bolygó, de mondjuk már... Azért a másik kettőhöz képest kicsi... Az igen? Jégóriás. A leghidegebb atmoszférával rendelkezik a naprendszerben. Ez ott a tejút? Biztos. Miranda, ezek az ő bolygója, Air, Ariel, Umbriel, Titánia és Oberon. Azért nem véletlen ezek a nevek, eléggé mitológiai istenekről szokták ezeket az égi testeket elnevezni. Ja igen, Oberon a hegye 2,5-szer nagyobb, mint az Everesté. És most jöhet a Neptunus. De előtte még pörgünk egyet, hogy elhányom magam. Most sokkal van a szemem. Lehet, hogy az én hibám. Állítottam valamit az Nvidia Control Center-en, és lehet, hogy egy kicsit késik a kép. Most az pont elég, hogy rosszul legyek. Ezt ki fogom majd kapcsolni. Na. Tehát, itt vagy milyen messze van a naptól, 30-szor nagyobb. Vagy messzebb van, mint a Föld. 57-szerese a Föld méretének. 14 holdja van. És ennek van a legnagyobb szél. Ezen a bolygón a legnagyobb szél. 2100, ha jól emlékszem, kilométer per órás. Tehát ide se szállsz le. Sárkány repülőzni biztos jó. Triton. Az egyik hódja. A legnagyobb hódja. Elvileg a Kuiper-övről szedte össze. Az a Plutó és a kettő között van. Itt van a Charon, Pluto, Hydra. Legnagyobb holddal rendelkezik. Várjunk, hozzá képest a legnagyobb hold, vagy mi? Most már újra amúgy lehet, hogy bolygónak veszik a Plutót. De nem biztos, azon az Eris. Disnomia. Na jó, mindegy. Váltok. Na itt vannak egymáshoz viszonyítva. Igen. Itt a napocska, hát a napocska egy kicsit napocskább, mint a többi. Bármelyiknél nagyobb. Ezek közül legalábbis, ott azt hiszem, hogy az aszteroid az meg lesz nekünk most oda, viszont mi olyan hülye mozgást csinál. Tényleg... Kicsit kellemetlen. Nekem. Érzem, hogy kicsit dőlök a székben, vagy nem tudom. Ez a napunk. 1,3 millió föld méretű, szerintem.
4,57 milliárd éves, hát annyi, mint a... mint a Föld. Majdnem. Hát ugye, ne felejtsük el, hogy a Föld, meg az összes többi bolygó, az csillagokból van. Te is. Elhalt csillagból, és ahelyett vagyunk most itt. Tehát szó szerint csillagpor. És 1 milliárd hidrogén, 100 milliárd hidrogén bomba erőt nyomat ki magából másodpercenként. Tehát ezért is fontos az, hogy napelemeket jó lenne használni. Aha. Eddig 1 millió volt az eddigi értékegység, most már 50 milliót számít majd egy mértékegység. És most 50-szer kisebb lesz a Szaturnusz és a Nap, mint eddig. Igen. Pullox. Egy narancsóriás a Gemini-ben, csillagképben. 2854 napméretű, 43-szor erősebb, mint a Nap, és 724 millió éves, tehát sokkal fiatalabb, mint a Nap. Ez azt jelenti, hogy ez egy fiatal csillag. 33, vagyis 34 fényévre van tőlünk, ami viszonylag szerintem közelinek mondható, és mivel ilyen fiatal, talán nem veszélyeztet minket, és ne felejtsük el, hogy egy csillag halála az egyik legveszélyesebb dolog. De tényleg. De napocska. Ó, na már megint hozzáérek az analóg karhoz, és tovább megy. Rigel. Nagy vagy. Te Pullox, milyen kicsi lettél? Akkorod lett most, mint a Föld volt. Ez is egy szép kis óriás. Itt a Nap. Pullox, hát a Föld az már... az már csak ott van. Kék-fehér szuperóriás. A leg... fényesebb csillag az Orionban, és megint hozzáértem, és tovább ment. Azt a mindenit! VY-Kanész, az hiperóriás. Red hiperóriás. A egyik legnagyobb ismert csillag a galaxisunkban, a miénkben. Tehát nem az összes többiben, a miénkben. Azok mik? Nem tudom, azok mik. 12 milliárdszor nagyobb, mint a Nap. Az ott a Nap. Most hiába mutatom, úgy sem látjátok, de az ott a Nap. Nem is enged már oda zoomolni. Ez meg az, ami be se fér a képernyőmbe. És 250 ezer napnak felel meg az ereje. 10 millió éves, ez is még fiatal. Most gondoljatok bele, ez a bazi nagy csillag, ez fiatalabb, mint az emberiség. De mondjuk itt azért bele kell számolni az időeltolódást, ugyanis sok fényévre lehet tőlünk. Hány fényévre van? Ja nem, bocsánat, de ott van. 3840 éves, tehát 3840 év, mire a Földre ér a fénye. Tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg 10 millió éves. Ez a Nap, vagy ez a csillag, nem biztos, hogy Nap, mert ha nincsen neki bolygója, akkor nem lesz semmi, de ez az emberiségnél is fiatalabb. Tehát ez körülbelül akkor született, amikor az első ember.
úgy körülbelül emberek lettünk, Homo sapiens. Durva. Hát igen. Aprók vagyunk mi. De lehánylak. Akármilyen nagy vagy. Arányokban. Nem tudom, milyen messze lehetünk. Rigel, Pullox, Nap. És a Canis Majoris. Hát így ez eléggé olyan, mint a kameraállás, hogy... Ó! És így bele. Milyen szép nagyok vagyunk hozzá képes. Most összehasonlít? Hát de rossz érzés. Nem is tudom, hogy milyen lenne a látkép, ha egy ilyen lenne kinéznél. És pont a nap helyett lenne. Mintha lenne erről egy ilyen fotósorozat, ilyen... csinált valaki hasonlót. Ott a föld, a hóda, úristen. Úristen, de nagy. De hány ingerem van? Ó. Oh. Nem, passzos. Ez egy galaxis méreteket nem mutatnak? Ja, most mutatja izét a naprendszer távolságát, az ott a Föld, az ott a Nap. Tehát ilyen messze van tőlünk a Nap. Ez az egy AU. Actual orbit, aha, olyan messze van a Nap tőlünk. És itt a naprendszer. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Szeresz, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, a többit már nem látom, a Neptunuszt se láttam. A Plutót se. Túl messze van. Igen. Úgy se látom be, mint a Plutó pályája néha közelebb van, mint a Neptunusz. Ó, ez a... Ha Pulloxot behelyezzük a naprendszerben, akkor ez fog történni. Ha Rigelt helyezzük be, akkor a Merkurnak már annyi. És be is vonza a többit. És hát a Szaturnuszig el fog érni, hogyha a Canis Majoris lenne a mi naprendszerünkben. Igen. Warning! Warning! Na mi lesz el te? Supernova vagy mi? Bang, bang, bang! Jól néz ki, csak ne hánynám össze magam! Ah, vége van. Szerencsére. Ja, hát élvezni élveztem, érdekes volt, de basszus. Ideokádok. Azt a jóságos atya mókusok. Atya mókusok, mi minden. Na vissza. Ide. Úgy van. Egyszer meg ki kell hovállni. És mindenkinek. Még odébb van. Durva. Tényleg úgy fel kellett néznem, mint hogyha valami... Nem tudom, hogy hány emeletes épület előtt lettem volna. Szóval, ilyen. És hát... Szerencsések vagyunk, hogy ilyen naprendszerben vagyunk. Elég kis békés dolog hely. Figyeljünk oda a bolygónkra, annyi.
köszönöm szépen a figyelmet, aztán remélem majd ti is, ti nektek is lehetőségetek lesz hamarosan ezeket kipróbálni. Sziasztok!